Ez a mai rendezvény, ez a gyerekeknek szól, a gyerekekről szól. Ugye jönnek az ünnepek, én azt gondolom, hogy nagyon sok családnál, akikkel mi találkozunk, illetve azt látjuk, hogy nagyon sokaknál nagyon nagy problémát okoz az, hogy az ünnepekre bármit vásároljanak, ajándékkal készüljenek a kicsiknek, illetve a nagyobbaknak. Ebben próbálunk meg mi segíteni a családoknak. Bolyás Eszternek köszönhetően két dalt hallgathatunk meg, és ezt követően pedig egy betlehemezés következik. A Bátaszéki Felvidéki Néptánc Egyesület utánpótlás csoportját, ők készültek nagyon nagy szeretettel és nagyon nagy lelkesedéssel erre a mai napra a gyerekeknek. És meg kell még említenem, a II. Géza gimnáziumban a 7., 8., 9. osztályos tanulók közül azokat, akik a katolikus hittan csoportba járnak, ők viszont a tegnapi délutánjukat áldozták fel arra, szintén nagyon nagy szeretettel, ahogy a pedagógusoktól hallottuk, hogy a mai rendezvényt követően a mi kis süteménypartinkra ők készítették az édességet. Én úgy gondolom, hogy beletették szívüket, lelküket és gyönyörűségeket készítettek. Az előző években, körülbelül 5 éven keresztül a kollégákkal áruházi gyűjtést szerveztünk, hogy ezeket az adományokat fel tudjuk használni, illetve csomagokat tudjunk ebből készíteni. Az idei évben sajnos ezt nem tudtuk megoldani, és így megkerestük a helyi vállalkozókat, a helyi egyesületeket, a helyi cégeket, hogy esetlegesen adományaikkal segítenének-e nekünk. Azt el kell mondjam, hogy az önkormányzat is egy nagyobb összeggel támogatta a rendezvényünket, és az így összegyűlt adományokból, játékokból, ruhaneműkből, édességekből, valamint az anyagi támogatásokból, amikből élelmiszert vásároltunk, és illetve édességet a gyerekeknek, ezekből állítottuk össze a csomagot. 145 gyermeknek állítottunk össze csomagot, ebből most a műsorra 78 gyermek kapott meghívót. Őket várjuk ide, erre a színvonalas rendezvényre, és a többiek pedig a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál vehetik majd át az ajándékaikat. Mi is Betlehemmel észlenni a nagy örömben, melyek mennyei atyám árasztott az éjjel rám. A pásztorok is ott vannak, térben állva imádkoznak, ma született kisgyermek. Igyekeztünk odafigyelni, hogy mindenkinek személyre szabottan állítsuk össze ezt a csomagot, hiszen a gyerekek zömével mi dolgozunk évközben, és azért a kollégák kifaggatták őket, hogy mi a szívük vágya, mi az, amire ők vágynának. És igyekeztünk a beérkezett felajánlásokat úgy szétosztani, hogy azért a kívánságok teljesüljenek. Ennek van egy másik része is, mert mi egész évben gyűjtögetjük az adományokat, hiszen a lakosság részéről nagyon sokszor kapunk ruhafelajánlásokat, játékfelajánlásokat évközben is. És ott azért igyekszünk mi kiválogatni azokat a szép dolgokat, amikről úgy gondoljuk, hogy karácsonykor átadható egy gyermeknek, tehát mi egész évben gyűjtjük ezeket a felajánlásokat.